Idén is megtartották az idősek napját a Győri Városházán, igaz, szigorú szabályok mellett. A rendezvényen 10-en kaptak elismerést, a Városháza ezüst emlékérmét vehették át a győri nyugdíjas közösség aktív tagjai. Azok az idős emberek, akik az egész életüket végig dolgozták, és most sem pihennek, hanem segítenek nekünk aktív korúaknak, azoknak a tisztelete, ha nincs meg, akkor sok mindent veszítünk. Van, aki már hosszú évek óta idősekkel foglalkozott, mielőtt nyugdíjba vonult. Nagyon-nagyon sokat foglalkoztam, még aktív éveimben is az idősekkel. Én Győr egyik legnagyobb iskolájában, Lukács iskolában dolgoztam, hosszú évtizedeken, 35, majdnem 40 évig, és évtizedeken keresztül szerveztem a nyugdíjas találkozókat. Az elismertek elmondták azt is, hogy bár nem mindig könnyű, mind nagyon aktív életet élnek, hiszen szeretik azt, amit csinálnak. Szeretem a közösséget, szeretek közösségbe lenni, nagyon szeretem az embereket, nagyon szívesen, meg szeretettel segítek nekik, boldogan megteszek, amit kérnek tőlem, ha klubtag, ha nem klubtag, akkor is. A díjakat azok kaphatták, akik a közösségükért és az idősekért sokat tesznek, így idős klubok vezetői, alapítói és szervezők is kaptak emlékérmet.